Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten szeretetének megtapasztalása ma is aktuális feladatot kíván tőlünk, hogy, hogy el tudjuk-e fogadni azokat az ajándékokat, amelyeket Isten nekünk szán. Ez mindannyiunk sajátos küldetése és feladata, ebben próbál segíteni minket a mai evangélium. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám minnyájan akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor Krisztus segíteni akar bennünket, akkor ezzel kapcsolatban vannak elképzeléseink. Nagyon sok esetben antropomorf, emberi gondolatok mentén próbáljuk felruházni Istent bizonyos döntésekkel, és azt gondoljuk, hogy amikor például Isten segít minket, amikor Isten valamilyen módon beavatkozik a mi életünkben, úgymond az életünknek a nem jó mederben való belefolyásába, és valamilyen módon átalakítja a mi életünket, akkor ez valamilyen pozitív tedben nyilvánul meg, Sokan akár egy jelenésre gondolnak ilyenkor, vagy az életüknek a jobbra fordulására. Valójában azonban itt a mai evangélium hangsúlyozza, hogy hogyan is bontakozik ki Isten szeretete a mi életünkben. Az Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Az IGA kifejezés egyszerre jelenti azt a fajta igát, amit a málhás állatoknak a, a, a szügyére helyeznek rá, amit ugye húznak, hogy egyáltalán tudják a, az ekét maguk után vontatni, vagy éppen nyomtatni hogy a, azokat a földterületeket, amelyeken jelen vannak. És nyilván ez az IGA hogy ezt is jelenti, de jelenti egyben a törvényt is, mert egy keretet ad. Az IGA kifejezés ezt a keretet is jelenti. Mit jelent az, hogy vegyük magunkra Krisztus igáját? Azt jelenti, hogy magunkra vesszük Krisztusnak a törvényét. Nagyon sokan ezt azért nem akarják elfogadni, mert azt gondolják, hogy a szeretet az annyira feltétel nélküli, és Isten úgy, úgy szeret bennünket feltétel nélkül, hogy alapvetően nincsenek is szabályok, nincsenek is keretek, nincsenek törvények, nincsenek igák amelyek úgymond megfelelően ö, keretbe helyezik Istennek a szeretetét, mert hogy azok végtelen szeretetek. Ezek azért ö, ferdítések, és azért ö, nem ez a valóság, mert azzal találkozunk, hogy valójában azok a tanítások, azok a törvények, amelyeket megfogalmaz Isten, akár az egymással való szeretet kapcsolatban, akár a vele való kapcsolatban, azok értünk vannak. Nem érte. Ő benne nem történik változás azáltal, hogy mi ott vagyunk a vasárnapi szentmisén. Mi leszünk nyitottabbak arra, hogy azt a kegyelmet, amelyet például azon a szentmisén adni akar számunkra, azt elfogadjuk. És nyilvánvalóan ezekkel a kegyelmekkel való együttműködéssel is találkozunk amikor egy-egy nagyobb uralkodó, például mondjuk ugye Szent Hedvig is igent mer mondani arra, hogy elfogadja Isten törvényeit ezáltal, valójában nem Istenben történik változás, hogy innentől kezdve elkezd rám figyelni, nem, én kezdek el figyelni Istenre. Én kezdem megismerni, hogy egy-egy parancsolat hogyan segíti akár az Isten szeretetnek, akár az ember szeretetnek az elmélyülését az életemben, hogyan segíti az Isten tervével való együttműködést, és ezáltal lesz ez valójában az én javamra. Ezért mondja azt Jézus, hogy az én igám édes, az én terhem könnyű. Mert hogy valójában ezek az eredetileg embernek szánt terhek, ezek az eredetileg emberre szabott, ránk szabott olyan cselekedetek, tettek, amelyekre igent mondunk, és amelyekkel együttműködve kibontakoznak azok a kegyelmek, azok a talentumok, azok a képességek, amelyek bennünk egyébként elrejtett módon vannak jelen. Tehát ez egy átfordulása a rejtett dolgoknak a valóságba fölvetődik a kérdés, hogy igan nélkül nem lehet-e megvalósítani Isten tervét. Mert hogy sokan vannak, akik most inkább úgy liberális kereszténynek érzik magukat, hogy el szoktam magamba imádkozni, úgy én nem szoktam gyóni, mert úgy magamba elrendezem én ezt az Istennel. Én nem szoktam templomba járni, mert úgy magamba úgy imádkozok azért. Ezek azért kockázatosak, mert hogy alapvetően ledobjuk magunkról pont azokat az igákat, amelyekben valamilyen ajándékot kapunk. A Szent Jónásra nem Istennek van szüksége, hogy tudja a bűneinket. Hát nagyon jól látja, amikor elfordulunk tőle. A Szent Jónásra nekünk van szükségünk, hogy valaki kimondja, bocsánatot nyertek bűneid, menj, de többé ne védkezzél. gyónásra nekünk van szükségünk abból a szempontból, hogy megfelelően összeszedjük magunkat, erős fogadást teszünk, megújítjuk az életünket Krisztusban, és előre tekintünk, ledobva magunkról a málhás zsákokat, homogzsákokat, hogy igazán a, a lényegre tudjunk figyelni, az édesigára, az édes teherre, ne pedig a bűnök húzzanak le bennünket a Szent kapcsolatban is azt gondolják, hogy na igen, igen, mert előírja ugye a, maga az egyházunk, hogy járjunk Szent Misére. Hú, hát ez milyen nehéz, nem lehetne úgy, hogy ezt majd én hogy megoldom otthon magam. Az értünk van. Krisztus értünk adja az ő testét, hogy tápláljon vele bennünket. Értünk szólal meg, a szentírás lapjaival, a szentírás szavaival, értünk küldi azokat a hivatásokat, paptestvéreket, diakónusokat, akolitusokat, vagy éppen püspököket, mindenki, aki a ige hirdetés munkájában részt vesz, hogy hozzánk közelebb vigye az evangéliumot, hogy próbáljon Isten szeretete kibontakozni a méletünkben, az értünk van, és ez egy ajándék. Ez valójában nem arról van szó, hogy Istennek szüksége van, és akkor föntről megnézi, hogy ó, én nekem még nem elég nagy a hatalmam, végtelen a hatalma. Hanem, hogyha te elmegy a misére, akkor egy kicsit megnő a hatalmam, és hogyha nagyon sokan elmennek, akkor meg nagyon megnő a hatalmam. Nem. Ha teljesen üresek maradnak a templomaink, azzal nem az lesz az eredmény, hogy Isten gyengének mutatkozik. Annak nem az lesz az eredménye, hogy Isten hatalma kevesebb lesz, de az egész univerzumot uralja. Ő teremtett csak a Szavával. Egy erős Isten, egy hatalmas Isten. Az eredménye az lesz, hogy mi emberek azokat az ajándékokat, amelyeket nekünk akar adni, azokat nem fogadjuk el. Az eredménye az lesz, hogy nem tudunk megerősödni Krisztus Szent testével és vérével. Nem tudunk odafigyelni arra, hogy a mi életünkre hogyan alkalmazzuk a Szentírás szavait. Nem lesznek olyan személyek mellettünk, akik megerősítenek a közösségben, és azt mondják, igen, én is küzdöttem ezzel, én nekem is problémát jelentett, nekem is kihívás, nem vagy egyedül a problémáddal. De gyere, csináljuk együtt. De gyere, tartsunk ki. Imádkozom érted, segítelek téged. Ez a közösség lényege. Ami a közösségeinket levetjük, annak nem az lesz az eredménye, hogy csökken, úgymond Istennek az ereje. Az lesz az eredmény, hogy mi leszünk gyengébbek. És éppen ezért fontos látnunk, hogy az az iga, amelyet nekünk ad Isten, az értünk van. Az nem azért van az az iga, hogy, hogy úgymond ő ne tudna ellennie nélkül. Nem mi vagyunk úgymond idézőjelesen, és hát nagyon csúnyán fogalmazva az ökrök, akiknek húzni kell az igát, hogy, hogy felszántsuk az Isten művét. Nem, Olyanok vagyunk, akik ezt azért vállaljuk, mert látjuk, hogy ebbe a munkába belekapcsolódva valami olyat tudunk megvalósítani, ami nekünk is javunkra válik, ami által mi magunk is többek leszünk, ami egyébként nem bontakozott volna ki a mi életünkben. És éppen ezért nyilvánvalóan az édes igának a vállalása, legyen az akár kereszthordozás, akár a mi saját karizmánkkal való együttműködés. Hogyha lehetőséged van arra, hogy dolgozz, akkor dolgozz. Hogyha játszol, akkor gyermek vagy, akkor játszál. Ha főzöl, akkor főzél. Akkor tudjál ott lenni Isten szeretetével, abban, amiben jelen vagy. De legyen ott Krisztus is, az ő igájával, az ő iránymutatásával az életedben. Kérjük Krisztustól, hogy mi magunk tudjuk fölismerni azokat az ajándékokat, amelyeket tőle kapunk. Ezt tesz igazán erőssé, nagyjá bennünket. Ezt tette nagyjá elődeinket, királyokat, királynőket. Ez az, ami most is segíthet bennünket. Keressük, hogy az életünkben hol van helye Krisztusnak, és hogy miben segít minket az ő igája, az ő könnyű és édes igája, amely törvények által megtanít bennünket az igazi Isten és ember szeretet gyakorlására. Amen.